Köszöntöm Önöket, ez itt a Nézőtér 2016. június 6-án hétfőn a normandiai partra szállás 72. évfordulóján. Mai műsorunkban a tiszta forrásból táplálkozó népdaloktól a smooth, azaz a piszkos jazzig jutunk el, nem is annyira kacskaringós utakon. Először a nagyrédei asszonykórus megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett gálára látogatunk el, majd a Borokházánál folytatjuk, ahol Tóth Vera és Zolbert koncert vehetünk részt. A végére egy kis irodalmat hagytunk, méghozzá ifjúsági irodalmat. Balázsi Panna korábbi rádiós, televíziós műsorvezető gyermekregényíróként tavaly debütált. Most Gyöngyösen találkozott ifjú olvasóival. Mi is ott voltunk. Ez mai ajánlatunk, helyezzék magukat kényelembe, mert már is kezdünk. Május 21-én gálával ünnepelte meg megalakulása 35. évfordulóját a nagyrédei asszonykórus. A Kalocsainé Csillik Mária által vezetett kórus már a község egyik legnagyobb kulturális értékének számít. Hagyományőrzésből az elmúlt 3,5 évtizedben jelesre vizsgáztak. Kalocsainé Csillik Máriától megszokhattuk már, hogy ha alkalom nyílik rá, szívesen énekelteti meg a közönséget. Ez alkalommal különös oka is volt rá, a 35. születésnapját ünneplő nagyrédei asszonykórus gálájára szép számmal érkeztek vendégek, így a legismertebb rédei népdalok vagy 300 torokból szólalhattak meg. Az ünneplőket Siposné Fodor Judit, a község polgármestere köszöntötte Kodály Zoltán éppen idevágó gondolataival. Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, még megszólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Erről a közösséget nagyjá és sikeressé tevő egységről szólt valójában az egész gála. A falu közösségén belül is külön kiemelendő a nagyrédei asszonykórus, ami több mint egy művészeti csoport és több mint egy alkotó együttes, fogalmazott a polgármester asszony. Erős, összetartó, egyet akaró közösség. Olyan közösség, amelynek sem a vezetője, sem a tagjai nem elégszenek meg az elég jóval, mivel a teljességre és a tökéletesre törekednek. A kórus vezetője 1981-es alapításától kezdve 8 évig Kalocsai Miklós volt, tőle vette át a csoportot felesége 27 évvel ezelőtt. Én akkor úgy voltam vele, hogy 1-2 évig még csináljuk, mert hát olyan jól énekelnek ezek az asszonyok, akkor csináljuk tovább. 27 év lett a kettőből. Biztos, hogy közre játszott az is, hogy szinte minden próbán itt volt a férjem közöttünk, tehát nem nagyon tudtam ettől elszakadni, ennyit az érzelmekről. Aztán meg fölvállaltam a feladatot, és tovább gyűjtöttem, és tovább csináltam az új csokrokat, és további szereplések, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nem lehet ebből a dologból kiszállni. Egyfajta kirándulás ez a többi kórusból? Hogyne, feltétlenül. Ez egy egészen más műfaj. De városi ember lévén felfedeztem magamban a népi gyökereket is, mert nagyon élvezem. Azóta meg mióta a lányom erre adta a fejét a népdaléneklésre, azóta meg érzem, hogy innen nőttek ki ezek a dolgok. Tehát ezek a palusz gyökerek innen nőttek ki. Ő gyűjtötte föl a kiadványban szereplő népdalokat, ő rögzíti a énekeket. Most már a végén vagyunk a hangzóanyag elkészítésének. Kalocsainé Csillik Máriától, aki két teljesen más profilú kórust vezet párhuzamosan évtizedek óta, azt kérdeztük, mennyire tudja őt oda-vissza inspirálni a két kórus. Abszolút más felkészülést kíván, egy másfajta dolog. Hát ha az kikapcsolódás, akkor ez munka, ha ez munka, akkor az kikapcsolódás. Nem erősítik, szakmailag nem erősítik különösebben egymást. Itt ugye nem valószínűsíthető, hogy nem kottaolvasó asszonyok vannak. Ugye? Tehát inkább más eleve a zenének, a dalnak a megtanulásának módja. Hát a mag, akitől ez eredeti dolog, az abszolút nem kottaolvasó ember. A fiatalabbak között van kotta ismerő, és van egy kottaolvasó is közöttük. Egy énektanár. Ajánlom, babám, nem látom a sorba.
kórus legfőbb célja természetesen a hagyományok őrzése. Ezen belül is kiemelt helyet foglal el a helyi hagyományok éltetése. Össze kell gyűjteni, ki kell válogatni belőle azt, ami nagyon értékes. A régiek is sem minden megszólalásukban voltak olyanok, hogy azt évszázadokig őrizni kelljen. De azt, ami örök igazságokat hordoz, azt feltétlenül. Úgyhogy ezt próbálják csinálni. Persze, őrizve csináljuk, csinálva őrizzük, nem tudom, azzal őrizzük, hogy csináljuk, ez biztos. Az itteni gyűjtések nyilván azért a legfontosabbik részét képezik a repertoárnak, amit a kórus használ. Így van, így van. Énekelünk más vidékekről is, de korán sem érzik azt úgy, mint a magukét. A kórus ma már kimondva is a rédeiek egyik legnagyobb kincse, a szőlő és a bor mellett. Az első között lett felvéve a helyi értéktárba is. Siposné Fodor Judit polgármester azt mondja, megérdemelnek minden támogatást. Azt gondolom, hogy 35 évig életben maradni egy népdalkörnek, és a hagyományainkat ápolni, ez egy óriási dolog, és nem lehet fontosabb ettől, hogy a hagyományainkra odafigyeljük, és igenis támogatni kell az asszonykórus, de nem csak mi támogatjuk, hanem a község teljes apraja nagyja, a vállalkozóink, ugye a TS alakított annak idején 1981-ben, ők nagyon nagy szponzorai voltak az együttesnek. Mi próbáljuk a magunk szerény eszközeivel ezt továbbvinni, és hát mi örülünk annak, hogy ők vannak nekünk, és büszkék vagyunk rájuk, mert nagyon sok sikert hoznak a településnek. Amire szükségük van, azt mi biztosítjuk számukra, nagyon szép a ruhájuk, ezeket a vállalkozók is belesegítettek, annak idején az önkormányzat is. Azt gondolom, hogy gyönyörű szép az rédei viseletet sikerült visszahozni és megeleveníteni, és akárhova megyünk a csoporttal, mindig megcsodálják az ő viseletüket. Talán az egyik a bor mellett a egyik legjobb marketing eleme a községnek, nem? Igen, azt gondolom, hogy igen. Őket ismerik az egész országban, de lehet, hogy még egy Közép-Európában is hírük van nekik. Tudatos, átgondolt dolog az utánpótlás nevelése is. Szabóné, Takács Tünde és Sajber Zsuzsanna munkája révén óvodások egész sora tanulja meg már apró korában a népzene, a néptánc és a hagyományőrzés alapjait. A gálán nem csak helyi együttesek és zenészek léptek fel, sokan jöttek máshonnan, Gyöngyösről, Karádról, Hévízgyörkről, hogy közösen ünnepeljenek a rédei asszonykórussal. Elsősorban a helyi együtteseket szerettük volna meghívni, voltak ennek anyagi megfontolási oka is, de akiket sikerült elhoznunk, annak nagyon örülünk. Nem mindenki tudott eljönni. Tehát bővebb volt ez a kör, és nem azt jelenti, hogy estig itt húztuk volna a gálakoncertnek az időtartamát, de nem egészen rajtunk állat, hogy kiket hívunk meg. Tehát volt egy elképzelésünk a szereplők gárdáról, és aztán volt, aki nem ért rá, nem is egy. Borzasztó boldog vagyok, hogy Mackó Mária itt van betegen is közöttünk, hogy a lányomat sikerült rávenni erre, hogy szakítson időt a gyereknevelés mellett. És hát annak is nagyon örülök, hogy szinte minden aktív tagom itt van egy kivételével, aki kórházban van. Hát annak meg kell bocsájtani igazoltatával. A gála csúcspontja az az ünnepi aktus volt, amikor a KÓTA, azaz a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége nevében Rozgonyi Krisztina díszoklevelet adott át a kórus vezetőjének. A KÓTA minősíti is a kórusokat, és egyben a folyamatos kapcsolattartást is végzi velük. Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy egy ismerős közegbe érkezett most, amikor átadt a 35. évfordulóhoz kapcsolódó oklevelet. Igen, ez így van. Egy felmenő minősítési rendszerünk van, ahol térség és országos minősítéseket adunk ki. 2 éves ciklusok vannak, épp most lesz vége egy ciklusnak, és hát ebből felmenő rendszerű minősítésbe vesz részt a nagyrédei asszonykórus is, ahogy itt az okleveleken látni, hogy már évtizedek óta művelik ezt, nagyon szép eredménnyel. Mik azok az eredmények, büszkélkedjük velük?
Aranypáva fokozat, aranypáva nagydíjas fokozat. Tehát ezek a legmagasabb fokozatok, ami kapható. Az eddigi sikerekről és elismerésekről szólt az a rögtönzött kiállítás is, amit a gála idején láthatott a közönség. Tóth Vera és Zolbert koncertjével indult útjára a Mátrai Borokháza idei élőzenés esték sorozata. A 2014-es indulásakor még csak jazzre fókuszáló boros rendezvénysorozat tavaly már új színekkel is gazdagodott, idén pedig ezt a vonalat folytatva további meglepetésekkel várják az igényes muzsika és a jó borok kedvelőit. Ha egy üzletbe indul, Kovács Tibor ötletgazda, a Mátrai Borokháza vezetője tavaly a Junk Big Band és Tátrai Tibor közös koncertjével rajtoltatta a szezont, egy olyan formáció bemutatkozásával, melyet addig még senki sem hallhatott. Ennél alább most sem kívánta adni, így ismét egy különleges csemegét tálalt a közönség elé. Zolbert és zenekara 2015 nyarán már belopta magát az itteni közönség szívébe, a mostani koncert azonban még izgalmasabbnak ígérkezett. A szaxofonos Zolbert és Tóth Vera énekes 5 éve érlelődő közös munkáinak gyümölcsét láthatták és hallhatták ebben a vadonatúj projektben. Ezt a formációt így ebben a formában itt hallhatta legelőször a közönség, és tényleg nagyon köszönöm Nagy Gábornak is ezúton a meghívást, hogy ezt összeszerveztem, mert ez tényleg egy fantasztikus folyamat volt, egy nagyon nehéz és nagyon intenzív szervezést igényelt, illetve természetesen zeneileg is egy intenzív felkészülést igényelt. Igen, hát valóban a Verával évek óta együtt dolgozunk, és mindig próbálunk valami újat csinálni. Nyilván nagyon szeretünk egymással játszani, és nagyon értjük egymás szavait, nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak szakmailag, hanem emberileg is működik ez a dolog. De persze mindig jó új dolgot csinálni, és hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy megnyithatunk egy évadot egy ilyen nagy koncerttel, akkor miért ne tegyük. Tulajdonképpen a ti egymásra találásotok az annyira természetes, hiszen az, amit ő játszik, amelyik ugye mesdjén van a jazznek, de tulajdonképpen a popnak nagyon sokféle irányzatát is magába foglalja. Ez egy kicsit hasonló a te jazzethez, amelyiket ugye mi smooth jazznek mondunk, és amelyik nagyon befogadó és nagyon sokféle árnyalatot megint csak magába foglal. Tehát tulajdonképpen ennek a kettőnek találkoznia kellett szószoros értelmében. Így van, abszolút. Tehát hogyha már beszéltél, vagy említettük a korábbi évek tapasztalatát, illetve a megismerkedésünket, akkor abszolút valóban ez így jött össze. Volt nekem egy Grover Washington Jr. emlékzenekar nevű zenekarom, ami egy emlékkoncert erejéig állt össze. De Grover Washington Jr. egy smooth jazz ikon volt, tulajdonképpen ő volt a smooth jazz műfaj egyik atya az Egyesült Államokban, és az ő halálának 10. évfordulójára 2009-ben csináltam egy emlékkoncertet, ahol a Vera vendégként szerepel, és egyébként utána tudatosan a következő években elkezdtem azt építgetni tulajdonképpen, hogy a popzene, illetve a pop műfajban szereplő énekesek munkássága, illetve a jazz, a populáris jazz oldalán dolgozó muzsikusoknak a munkássága nagyon közel van egymáshoz. Igazából a smooth jazz műfaj, ugye, ahogy beszéltük is szerintem múltkor, a popzene és a jazzzene között van valahol félúton, és az, hogy az adott koncert vagy az adott repertoár kicsit a jazzesebb oldalt mutatja meg, vagy kicsit a poposabbat, az természetesen az adott repertoár válogatja meg, de azt gondolom, hogy mindenképpen ezek a kooperációk nagyon izgalmasak tudnak lenni. Izgalmasak már csak Tóth Vera személye miatt is. Az énekesnő, aki 2004-ben 19 évesen megnyerte a Megastart, az elmúlt bő egy évtizedben, miközben vitathatatlanul nagyot alkotott énekesként, gyakrabban szerepelt a bulvárlapokban magánéletének epizódjaival, mint zenei teljesítményével. Mint mondja, túlságosan is nagy nyilvánosság előtt zajlott az élete, ami nem tett jót a karrierjének. Mi azonban Tóth Verával a hangjáról és zenéjéről beszélgettünk, arról, amiről ő is szívesen beszél. Kiderült, a reflektorfényen kívül is volt és van neki énekesi élete, csak erről nem nagyon szokták kérdezni. Mindig azt mondom, hogy a sok kicsiből tevődik össze, inkább a sok kicsiből tevődik össze a lényeg. Tehát, hogyha te például mindenki rá van görcsölve arra, hogy játsszam mondjuk a nagy rádió a dalát. Persze, az a tuti siker mondjuk az Artisius szempontjából, mert ugye, ha egy nagy rádió játssza a dalodat, de nem igaz. Mert azt gondolom, hogyha a kis regionális rádiók elkezdenek téged nyomatni és játsszák a dalodat, azt én például tudom, hogy tapolcai vagyok, és annak idején a tapolcai rádióban szerepelni, játszani, ott a Tapolcán és környékén az egy menő dolog volt. És például engem játszottak, például én saját dalokat csináltam, és játszottak. És mindenki ismerte. És
több ilyen pici rádióból, pici tévéből összetevődik az, hogy a te szakmai életedet ők fölveszik, akkor sokkal jobban fogja tudni és ismerni a közönség az én szakmai életemet. Szerintem ez nagyon fontos. A nagykereskedelmi tévék úgyse fognak eljönni egy koncertre, mert nem izgalmas nekik. Nekik az a lényeg, ha már leesek a színpadra és kitöröm a lábam, az már izgalmas. De én még mindig nagyon örülök annak, hogyha például úgy, mint ti, idejöttek, és akkor kérdeztek tőlem nagyon jó dolgokat. Ezek is nagyon hasznos kérdések, mert ezt sem kérdezi meg sor senki. Csak ugye jönnek a közönség, na és akkor még mit tettél le te az asztalra, mert nem tudják az életet, nem tudják a szakmai életemet. Próbálom én a Facebookon, meg mit tudom én nyomatni, de hála Istennek azért azt sem mondhatnám, hogy nem tudják. Tehát, hogy én azt látom, hogyha tényleg szakmai, tehát nagyon mély és nagyon, nagyon igényes dolgokat csinálok, amiket általában ugye én azokban próbálok, és én erre tettem fel az életem, és ez volt az én, hogy is mondjam, ígéretem saját magamnak, hogy soha nem megyek le olyan szintre, ami nem esik jól. És ezt én tartottam 12 éve. Persze megjártam az országot, voltam CD-s haknikon, de az meg arra volt jó, hogy megismerjem a közönséget tágkörben. Tehát nagyon fontos, én soha nem szégyellem azt, hogy az ember elmegy egy CD-vel énekelni, például kisfalvak nem tudják megengedni maguknak a nagy zenekarokat, viszont a szórakozás ugyanúgy jár nekik, és az is zene. Tehát, hogy ha kapnak igényes dolgokat, én mindig belecsempészek Aretha Franklin, Stevie Wondert, nagyon-nagyon jó előadókat, amiket már ottak is, mit tudom én, nénike soha nem hallott, és nagyon élvezi. Az egész egy energia. Ez nagyon fontos, hogy azt add át. És igazából szerintem, hogyha sokáig ehhez vagy hű, hogy igenis nem adod lejjebb ennél a szintnél, akkor egy idő után ez gyümölcsözni fog. És nekem ez most kezdett el gyümölcsözni. Tóth Vera hangjával sok mindent lehet kezdeni, tényleg nem nagyon lehet őt beskatujázni. Ő maga mindig is tiltakozott az ellen, hogy jazz énekesnek sorolják be, függetlenül attól, hogy mindig is kokettált a jazzzel. A Zolberttel való találkozás viszont új lehetőségeket nyitott a számára. Nagyon jó velük együttműködni, mert nagyon, tehát hogy például olyan energiákat érzek, mint a saját zenekarommal. Tehát nekem ugye van saját bandám is, akikkel én járok, akikkel én a saját koncertemet játszom, és valami olyasmi energiát érzek velük is, pedig nem játszunk sokat együtt, nagyon remélem, hogy ez meg fog változni. Olyan lendületes és olyan fiatalos tűz ég bennük, ami nagyon kevés zenészről mondható el. Hozzányúltatok néhány régebbi dalodhoz is, és igen, igazából tényleg felfrissítettek. Igen, a Zoliék megcsinálták például a Sorskerék című dalomat, ami egy kicsit a Táncdal Fesztiválra hajaz, ugye Nagy Tibor szerezte ezt a dalt, aki ugye, akiről azt kell tudni, hogy ez majdnem szerelem volt, meg postakocsi, meg ilyen dalokat éneket. Nekem egy ilyen apuka szinten lévő öreg úr, aki már azért nem mai csíbe, de 20 éveseket megszégyenítő lelkesedéssel bír, és hozzányúlt, és talán Tibor is látta ezt, és nagyon tetszett neki, tehát ő is abszolút nyitott arra, hogy dalokat áthangszereljünk. Ezek a dalok nagyon jók egyébként ilyen verzióban is, mint az Zolbertékkel. Megcsináltuk egyébként, van egy Gyémánt című produkcióm, ami egy a Color Quartettes Doknányi Csajokkal együttműködve van, ugye a Kalmus Elicián cselló művésszel, és ott is akusztikus hangzásban is nagyon jó. Sőt, most az új Sister Act koncertünkre, amit a Gabival csinálunk, a hugommal, arra pedig egy teljesen áthangszerelt verzió, tehát kicsit elborultak a srácok a zenekaromban, és totálisan felismeretleni hangszerelték a dalt, de egy 100 zongorával is tökéletesen megél. Tehát, hogy annyira jó, mert egyébként meg egyszerű dal. Tehát például a Sorskerékről beszélgetünk. De itt például nekem a kedvencem, ami a Sorskerék után jött, az a Nem tudom, az Halász Jancsi bácsi írta, és hát a legendás Horváth Attila szövegét, ami nekem egy nagyon nagy dolog, hogy 19 éves koromban úgy jelenhetett meg egy lemezem, hogy László Attila volt a zenei producerem. Már
bátran hozzá lehet nyúlni olyan dalokhoz, amelyek eredetileg talán más műfajba készültek, de a hangszerelés által tulajdonképpen jazzessé válnak. Hát tulajdonképpen akár itt az elején hallott Sorskerék, meg utána a második szám is egyértelműen a 70-es évek zenei világából táplálkozott, és most 2016-ban hihetetlenül modernül hangzottak. Igen, abszolút. Hát nyilván az előadóknak az eredeti dalait már nagyon-nagyon sokszor hallhatta a közönség, rádióban, különböző koncerteken, azonban itt az volt az egyik fontos célkitűzés, hogy ezek a dalok ne az eredeti formájukban szólaljanak meg, hanem hogy újjunk hozzá valamilyen formában, és ez egy érdekes dolog az előadók oldaláról is, hiszen a több előadóval dolgoztam az elmúlt években, akár Zsidényi Adriánról beszélünk, Zsidáról, Király Viktorról, Zentai Márkról, vagy éppen Tóth Váráról, mindegyiküknél az volt a tapasztalat, amikor lejöttek a próbára, hogy meglepődtek, hogy hú, de jót csináltunk ezzel a dallal, hiszen ők már nagyon sokszor, több százszor, vagy akár több ezerszer is elénekelték azt az adott slágert, és egy picit hozzányúltunk, volt olyan dal, amit csak picit, volt olyan dal, amit meg teljesen átdolgoztunk, és ez pont egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan tud megszólalni egy mondani való egy teljesen más zenei köntösben. Az, hogy ebbe a projektbe Cserháti Zsuzsa dalok is bekerültek, egyértelműen Vera kívánságára történt. Én vigyázni fogok a Zsuzsa dalaira, és ezért is csináltuk meg egyébként a Keresztesi Ildivel, Varga Mikivel, Muzsahit Zolival négyen a Cserháti Zsuzsa Máté Péter estet. Máté Péterre ugyanígy vagyok, de csak ő egy ilyen nagy szórakozó volt. Kicsit lazábban vette az életet, mint Zsuzsa, de azért Zsuzsa se volt azért, nem semmi csaj volt. Azért Majsai Gábor és a Keresztes is beszéltek róla. És Keresztes Ildikónak is tudom, hogy nagyon fontos volt az ő szerepe. Úgyhogy azért is van benne azért Ildikó, meg azért is, mert például a Boldogság Gyere Hazát a Keresztes Ildikónál szebben és mélyebben nem láttam még senkit énekelni, csak a Zsuzsát. Ez egy nagyon izgalmas projekt, és hát nyilván felvetődik a kérdés, hogy mit lehet még kihozni belőle. Én a magam részéről minimum egy új lemezt azért elvárnék, mint közönség. Örülök neki, köszönöm szépen az inspirációt és a tanácsot. Ez a produkció egyébként megy tovább, legalábbis nem a teljes formációval, de június 11-12-én lesz egy saját borfesztiválom, az Allbert Jazz and Wine Fest, ami Neszmélyen kerül idén megrendezésre, és egy nagyon izgalmas dolog lesz az életemben, ez, hogy lesz egy ilyen dolog, hiszen Magyarországon nem fordult elő, hogy valaki nevére vegye művészként egy fesztivált, illetve hát a Neszmélyi borvidék egy egészen fantasztikus, hasonlóan egyébként a gyöngyösi mátrai borvidékhez. Ez egy második ilyen bor és jazz fesztivál, nyugodtan mondhatjuk. Tulajdonképpen igen, és ott is az esti koncert, az egyik esti koncert, azt mondtam, Verával lesz ez a produkció, illetve emellett majd Takács Nikolász élő koncertjét lehet majd meghallgatni, amiben én vendégként fog közreműködni az este folyamán. A nyári élőzenés esték sorozatnak ez még csak a kezdete volt. Július 9-én a Big Bandek éjszakáján a már jól ismert Junk Big Band a Police Big Banddel tér együtt vissza. A július 23-i Fröccs Fesztiválon helyi zenekarok lépnek majd fel, augusztusban pedig az Old Boys nyáresti táncpartijára várják a táncolni vágyókat. A tervek szerint az Olbert és zenekara is visszatér még ebben az évben Gyöngyösre, várhatóan az adventi időszakban. Balázsi Pannát ismertük már gyermekszínészként, tévés és rádiós műsorvezetőként, tavaly pedig eljött az idő, hogy ifjúsági könyv szerzőjeként is bemutatkozzon. Első kötete a Csuromvíz rögtön akkora sikert aratott, hogy fel is kérték a folytatásra. Jelenleg már a 6 kötetesre tervezett sorozat 4. részén dolgozik. Sikerének titka, hogy mint két kiskamaszlány édesanyja, igazán közelről látja a korosztály problémáit a közösségben, családban, önmagukkal, emellett friss könnyel hangon képes mesélni a 8-9 évesek mindennapjairól. Június 1-én gyöngyösi olvasóival találkozott. Végre egy igazi kisiskolásoknak szóló regény. Lelkendezhettek a szülők, a tanárok és az ifjú olvasók is, amikor kezükbe vették a Szandra és a 3B sorozat első részeként megjelent Csuromvíz című kötetet. Végre a főhős nem varázslényekkel küzd, nem az óceánon túléli rózsaszín ünnepnapjait, hanem itt közöttünk, s hol torokfájós, hol boldogságos mindennapjait mutatja be. A Csuromvízben minden adott, hogy nagy kedvenc legyen, elsősorban a 7 évesnél idősebb lányok körében.
Adott egy apa, akivel remekül lehet csíkoskét gombócozni, egy anya, aki olyan jó fej, hogy külön anya-lánya napokat tart, és még néha egy kis lógást is megenged a suliból. És persze a titokban kicsit rajongva csodált nővérről se feledkezzünk meg. Ilyen remek szereplőkkel adottak a vidám hétvégék, öröm rájuk főzni, még a bizarul hangzó bajgólylevest is megeszik. Nem elhanyagolható, hogy nagyokat lehet röhögni mondjuk a síelés tanulása közben is, ha az ember családja ilyen bohókás. Balázsi Panna a gyerek és szinkron színészként, majd tévés és rádiós műsorvezetőként megismert, majd éveken keresztül filmfesztiválokról tudósító újságíró, a könyv szerzője, aki még most is csak barátkozik azzal a ténnyel, hogy írónőnek szólítják, pedig mi is így szólítottuk meg. Nekem nagy élvezet az írás, azt mondják, hogy egyébként forgatókönyvszerűen írok, ami ugye nem véletlen, pontosan ebből a média háttérből fakadóan lehet ez így. Úgyhogy tudom, hogy honnan, hová akarok eljutni, és milyen módon, és ez egyfajta írás. De az, hogy én magamat valóban írónak nevezem, az még nagyon messze van, ha egyáltalán valaha oda jutok. A filmes közeg kétségtelenül sokat jelentett számára már gyerekkorától kezdve. A Szentesi Szandra egy évét végigkísérő sorozatának harmadik része, a Csillagfény, egyébként pont arról szól, hogyan került ő bele ebbe a világba. 9 éves voltam, mint a főhősnőnk, amikor kaptam egy film főszerepet. Igaz, hogy ez csak az iskola tévének készült, ami ma már nincs is, nem létezik. De ez egy 25 perces kis film volt, és akkoriban úgy volt, hogy ha valaki elkezdett csinálni valamit, akkor kvázi felkerült a térképre, és elkezdték más dolgokba is hívni. Engem is hívtak különböző filmforgatásokra utána, aztán az apám azt mondta, hogy na jó, ebből elég, mert nem jársz iskolába, és akkor jött a szinkron, mert a szinkront lehetett csinálni iskola után is. Aztán persze elkeveredtem a világ másik felére, de amikor visszajöttem, akkor ugyanúgy beszippantott ez az egész, mint annak előtte, csak akkor már rádió és tévé volt. Panna spanyol, nemzetközi kapcsolatok szakon végzett az Egyesült Államokban, hazatérése után azonban csak 2 évig dolgozott szakmájában. Mint mondja, a kereskedelmi televíziók és rádiók csábításának nem lehetett nagyon ellenállni. Amikor hazajöttem, akkor még a szakmámban helyezkedtem el, azt még tartott olyan 1,5-2 évig. De ezzel párhuzamosan már azért elkezdtem rádiózni, de akkor még Danubius Rádió volt. Ott kezdődött az egész, aztán ebből lett Juventus Rádió, aminek már ma szintén más neve van. És persze elkezdődött a tévézés, meg eljutottam a Cannes-i Filmfesztiválra, és akkor a filmek iránti szeretetemet is sikerült megmutatni ebből, később aztán az Oscar közvetítések, stb. Is létrejöttek, úgyhogy igen, egyre több feladatot kaptam, és a végén el kellett búcsúznom az eredetitől azért, hogy az összes többinek meg tudjak felelni. Sok olyan írónővel beszélgettem már, akinek az igazi fordulópontot az jelentette az életében, és az irodalom felé, a meseírás felé mindenképpen az vitte el, hogy megszülettek a gyermekei, és innentől fogva tulajdonképpen már megvolt az, hogy kinek írjon. Nekem nem így kezdődött, én 16-18 éves koromtáján nagyon akartam írni, nagyon bennem volt. Csak valahogy úgy nem hozta ki senki belőlem kellőképpen, úgy látszik, én saját magamnak nem voltam elég. És aztán igazából a meseírás is előbb kezdődött, mint a felkérés, mert abban a szerencsében volt részem, hogy nyilván sok magát írónak való valaki, aki még nem adatta ki a művét, irigyel azért, de engem felkértek arra, hogy írjak meséket. De valójában én fejből, több mint egy éven keresztül fejből meséltem a gyerekeimnek egy mesét, nem ezt, hanem egy másikat, amit majd szeretnék később megírni. Úgyhogy igazából a mese mondás kezdődött így, és akkor utána megkértek, és elkezdődött belőle valami, ami szintén mese, de egy másik történet. Úgyhogy még lesz ennek is folytatása, és annak is, amit meséltem. Azt ma már nehéz megmondani, mi lett volna, ha nem jön az a bizonyos felkérés. Minden esetre az kijelölte az utat Panna számára. Mikor jött a felkérés, mondtam, hogy ez nagyon klassz, csak nem tudom, hogy tudok-e írni, megpróbálom. És akkor hónapokig ültem rajta, aztán egy szép napon, amikor még a kutya se volt otthon, akkor leültem, és csönd volt, tudtam koncentrálni, és akkor így előjöttek belőlem a dolgok, és azt elküldtem, de az egy néhány oldal, 3-4 oldal volt. És mondták, hogy ez jó, folytasd, és akkor azt hittem, hogy egy könyv lesz belőle.
És már amikor leadtam, mondták, hogy ezt folytatni kéne. Ám, mondtam, tényleg? Jó, akkor legyen kettő. Akkor a kettőből lett négy, és most ott tartunk, hogy 6 részes lesz a Szonya és Szandra kalandjai, úgyhogy most 6-nál tartunk, de azt hiszem ennél befejezem. A sorozat főszereplője Szentesi Szandra 9 éves, és ez nagyjából ki is jelöli azt a korosztályt, akikhez szólni kívánnak a könyvek. De egyrészt adja magát, igen, hogy van egy 13, meg egy 9 éves lányom, de a felkérés úgy hangzott, hogy az alsó tagozatosoknak nem nagyon van történet, nem nagyon van irodalom, és hogy tudva azt, hogy az én gyerekeim is körülbelül ezt a korosztályt képviselik, érdekelne, hogy ennek a korcsoportnak írjak. És akkor így rakódott össze szép lassan ez a történet. Na de hát ahhoz, hogy igazából sikeres legyen egy könyv, talán nem elegendő néhány jó sztori. És hát most tulajdonképpen mondhatom azt, hogy talán visszanyúltál egy picit ahhoz az időszakodhoz, amikor azért egy kicsit az ismeretterjesztést is bevállaltad, és ezeknek a könyveknek azért van egy ilyen vonulata is, hogy azért ilyen módon is átkívánsok mindent adni ennek a korosztálynak. Jól látom? Ebben talán sikeresebb vagyok íróként, mint szülőként, mert ugye szülőként az ember hajlamos papolni, de én ezt meg el akartam kerülni. Tehát úgy szerettem volna valami fontosat is üzenni, hogy az ne legyen szájbarágos, de mégis átmenjen az üzenet, és akkor ezek szerint sikerre jártam, ennek nagyon örülök. De igen, mindig fontos az, hogy legyen valami központi szála, valami központi mondani valója ezeknek a könyveknek, úgyhogy mindig ez az elsődleges a fejemben. És aztán, ugye a Csuromvíz ugye a vízről szól, történetesen egyértelműen ugye egy köré épül. A Csuromvíz kifejezetten a környezetvédelemről szól, igen. A második részben azért már az érzelmek játsszák a főszerepet, és nem csak a szerelemre gondolok itt, hanem családi viszonylatokra, a szív egyéb vonatkozásaira is. És a harmadik pedig arról szól, hogy attól, hogy valaki valamilyen módon kiválasztottá válik, lásd a filmszerep, attól még ő nem több, vagy nincs magasabb pozícióban, mint a többiek. Tehát, hogy ugyanannyira embernek kell tudni maradni egy ilyen helyzetben is. Amit azért kicsit én is, mint ugye manapság vannak ezek a médiasztárnak kikiáltott egyének, hogy hajlamos az ember, ha nagyon körbe rajongják egy kicsit ettől elrepülni, de mindig vissza kell tudni találni. Felvetődik a kérdés, mennyire tipikus a könyvben szereplő gyerekek élete, azaz magukra ismerhetnek-e a 9-11 éves olvasók. Panna azt mondja, hogy a szülőkön keresztül tudja ezt lemérni. Nagyon sok szülő, akiknek hasonló korú gyereke van, jött oda hozzám, és mondta például Kárász Eszter, az ismert, szintén gyerekszínész volt, aztán énekes lett, stb., meg Bohóc doktor, ő mondta nekem, hogy nagyon vicces volt, hogy a második könyvnél elkezdtek egy fejezetet olvasni, és előtte aznap ugyanaz történt velük, utána elkezdték a következőt, és nagyon hasonló volt, szóval, hogy nagyon sok szülő a dinamikájára ráismer annak, ami velünk is történt ezeken a lapokon, vagy nyilván ebben van némi fantázia, néhány dolog az én gyerekkoromból, mert emlékszem, milyen 9 évesnek lenni, illetve a saját családom, saját gyerekeim életéből is. Ezek szerint akkor a fantáziádat nem is nagyon kellett megmozgatni ezért? De, ugyanannyira jelen vannak ezek a dolgok. Néha az egyik van előtérben, néha a másik, de mindegyik abszolút szerepet játszik. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez kifejezetten vele történt meg pont úgy. De azért szerintem a helyzetek, meg a pillanatok, meg időnként a szavak nagyon ismerősek. Talán nem meglepő, hogy első olvasói és kritikusai a saját gyerekei voltak. Ők azt mondják, azt vallják, hogy a nagylányom, Natasa, ő Szonya, tehát a Szandra nővére. Szandra pedig a 9 éves Lizi lányom, ami azért nagyjából helytálló, de Lizi gyakorlatilag a kicsi klónom, a hasonmásom, tehát mondhatjuk azt is, hogy az én is vagyok egyben, meg sokszor így is van, de azért ez is vegyes, szóval nem tudom azt mondani, hogy kifejezetten róla, meg kifejezetten róla, mert egy csomó minden közben jön, ami így alakítja ezeket a karaktereket. Milyen az a bagolyleves? Na, a bagolyleves például az egy valós dolog, és az valóban Lizi a 9 éves csinálta, csak kisebb korában, ilyen 5-6 éves korában. Most már nem annyira,
tehát már nem annyira történik, meg kiszalad a konyhába és gyárt valamit ukmukfuk, és meg sem kérdezi, hogy ezt használhatja-e vagy sem. Tehát mondjuk véletlenül kapok ajándékba egy méregdrága üveg olívaolajat, ő azt simán annak a felé elhasználja, úgyhogy... És mindent össze öntöget, és akkor utána felajánlja, hogy akkor kóstoljuk meg. Tehát az mondjuk nagyjából valóban így történt. Balázsi Panna, aki nem mellesleg a globalista konyha megálmodója, jól kifőzte tehát Szandra és a harmadik B történeteit. A szerző úgy tűnik, a jövőben is megtartja a gasztróvonalat. Ha befejezte a sorozatot, tervezett új könyve egy dél-franciaországi zöldséges és családjának kalandjairól fog szólni. Kedves nézőink, a Nézőtér adását látták június 6-án. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Töltsék meg a nézőteret egy hét múlva is. Június 13-án várom ismét önöket. Legyen szép és élményekben gazdag hetük. Viszontlátásra!